Egyiket előre hoztam, fonásirányba előrébb van. Így van egy első, meg van egy hátsó szál, fogom a hátsó szálat, ahol lefogatom az addigi elsőt, fordítok egyet, és a következő három fölött leviszem. Rotler Ádám kosárfonó épp a fonás technikáját mutatja, hogy hogyan kell hajlítani a vesszőket ahhoz, hogy szép alapot adjanak a kézműves terméknek. A kosárfonás régen a paraszti kultúrával kapott erőre, a téli, kevésbé dolgos időszakban fonták meg azokat a termékeket, amikre a háztartásban vagy a munkájuk során szükségük volt. Rotler Ádám a 90-es években sajátította el a kézműves termékek készítésének a művészetét, és azóta is szenvedéllyel csinálja. Azért jó, azért szerettem meg ezt a szakmát, mert nagyon gyorsan tud sikerélményt adni. Tanítottam elég sokáig, és 4-5 óra, 6 óra alatt el tud készülni, nem nagyon, nem bevásárlókosság, de egy kosarat meg tud már fonni mindjárt az ember egy ilyen foglalkozásnak az első alkalmával. Úgyhogy, és egyre több mindent szerettem volna megcsinálni, belementem így a hagyományába is, hogy miket szoktak csinálni, és hál' Istennek nagyon jó oktatóim voltak különben. Régen ez a szakma ez olyan volt, hogy vannak ilyen fonóközpontok, és én egy békési fonóközpontnak az igazgatóját kaptam meg tanítónokmesternek, hát nem én, hanem mi, és hát annak a kis ujjában volt a szakma. Öröm volt nézni, hogy csinálja, hogy nő a kosár. Nem lehetett látni, hogy csinálja, csak az, hogy mit csinál. Kétféleképpen lehet oldani. Hát a rutinosabb, az csak ahol fő kellene jönni a hátsó szálnak, oda rányomom, és ráhajtom, és ott tartom. Mindig utána nyúlok egy kicsit, tehát ahol fő kellene jönni a hátsó szál, de mutatom a másik fajta toldást, elnyomom, csak ezt egy kicsit hozzálása, hogy alul meg a két fönt van a hegye. Tehát alulról a toldandó szál elé szúrom, és akkor így folytatom. Manapság sajnos egyre inkább elfeledőben van ez a szakma és az általuk készített kézműves termékek. Néhol látni csak a piacokon egy-egy embert, akinek a karján ott lóg egy vesszőből font bevásárlókosár, pedig a régmúltban a mindennapok részét képezték az ilyen használati tárgyak. Régebben különben mindennapi eszköz volt a kosár. Hát régen olyan dolgokra használtak, ami most már nem létezik, mint például a kukoricafosztás, tehát a gazdasági kosár. Nem fát behordani, ez a kétfülű, ilyen kör alakú kosarat képzeljen el, és fát behordani, most már nincs a tűzifa se jó formán, városokban egyértelműen nincs. Tehát akkor a kenyértárolásáról, meg kelengyésláda például. Hát a szegény embereknek nem volt, nem tudták tölgyből megcsináltatni a kelengyésládát, fonokból, ülőgarnitúrák, tehát a napi használati eszközök voltak. És ebben is volt egyszerűbb, ilyen póriassabb, meg volt persze ilyen kimondottan cifra. A paraszti világban is, amit említettem már, hogy a komakosár, az volt a legcifrább kosár, mert amit tudott a fonó, amilyen fonás technikákat tudott, meg amilyen anyaga volt, vagy be tudott szerelni, vagy meg tudta csinálni, azt mind belerakta egy ilyen kör alakú kosárba. Tehát azok nagyon cifra kosarak voltak. Hát a veszőben még mékast is fontak, vagy halászatban például, hát onnan is terjedt el a lakóközösségekben, a falukba úgy került be a fonot, hogy halfogó eszközök. Hát a vízparton levágta az ember a veszőket, aztán csinált magának különböző eszközök, halcsapdákat, varsát, bárkát, tehát haltárolóan kifogott hal a tárolására. A használati tárgyakon túl nagyobb volumenű dolgokat is készítettek veszőből. A kerítéseket, azokat még azért az mostani öregek meg ismerik. Vagy magát a házat megfonták, például ilyen patis házaknak hívják ezeket. Megfonták, na nem ilyen vékony veszőkből, nem ilyen a hosszú erős turunk veszőkből, és sárra betapasztották. Hát, láttam, most már újra csinálják ezt a fajtát, mert a föld az jó hőszigetel, és meg nem tűzveszélyes. Az, hogy egy-egy adott tárgy éppen milyen mintával és formával készül el, az a kosárfonó fantáziájára és kézügyességére volt bízva. Mindenki próbál hozzátenni, hogy formába, anyagban nem igen lehet,
habár arra egy kicsit büszke vagyok, hogy ilyen ezt a héjas vesszőből font kosarakat, először én vittem fel a mesterségek ünnepére, annak hát egy 30 éve körülbelül, 28 éve, és abból mindenfélét formáztam, mert a zöldáru úgy hívták, a héjas veszélybe font kosarat, hogy a zöldáru az csak a gazdasági kosár. Pici, nagy vagy karonkosár, amivel kivitték a kaját a pásztormai a földeken dolgozóknak. Ezek mind héjasból készültek. Én meg a finom munkákat is a héjasból szoktam, ilyen rusztikusabb. Ádám több mint 30 éve fonja a kosarakat, és azt mondja, azért is jó ez a szakma, mert nagyon kicsi az eszközigénye. Hogy az embernek van egy késem már, tud el kosarat fonni, de azért nem árt, hogyha van egy meciolója, meg egy ár például. Vannak el, hát meg azért, hogyha nagyobb kosarat, nem ilyen verővas, ez például azért, hogyha régebben bútort is fontam, és a botanyagot, tehát ami megadja a lábát, az asztalnak, vagy a széknek a lábát, belefűztem, mert egyenes vesző nincs, mivel tudtam mindig kiegyengetni, azért van végén ez a karik. Tehát ennyi az eszközigénye. A fűz igen kedvező tulajdonságai miatt, hogy jól megmunkálható, hajlítható, vágható, nagy szilárdságú, könnyű, tartós és esztétikus, a kosárfonás alapanyagává lett. A fűz beszerzését a házi műhelyekben a hántás követi, ami a legegyszerűbb, legolcsóbb és legkönnyebb módja a vesző tisztításának. Ahhoz, hogy a héj könnyen lehántható legyen, a levágott veszőt vízbe kell tenni. Az áztatás után fokozatosan szárítják, majd a száradás után jön az osztályozás hosszúságuk és minőségük szerint. Amikor mindez megvan, jöhet a használati tárgyá formázásuk.